Te mivel töltötted eddig a napod? Talán tornáztál, tanultál, meséltél valami izgalmasat, játszottál, siettél valahova, reggeliztél valami finomat, mosakodtál, esetleg olvastál valami igazán jót. Hát a házi kedvenced, ő mivel szokta tölteni a napot? Esetleg eszik, játszik, alszik, legel, hézeleg, torombol, csintalankodik. A szavakat, amelyekkel válaszoltunk a kérdésekre, igéknek nevezzük. Nézzük, kik ők és miért fontosak számunkra. Kérlek, olvasd velem együtt a szövegrészt. Mit figyelsz meg? A tisztás szélén egy kerekképű úritök. Nagyon tehetséges ebben a műfajban. Istenien vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, mivel hogy a tisztáson éppen a kecske. Ő sem túl lényeges, de róla mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges úritök mesteri vigyorgásával a kecske azt: Meg-meg! Nos, ha kecskéül, ezen nyomban is mit? Ez a meg-meg. A bökkenő az, hogy nem kecskéül. Így hát azt is, hogy hely, de jó ez a friss réti csengesz. De azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csengesz. Ez azonban most már sohasem. Már csak azért se, mert az erdőből alul a tisztás szélén, és jó hangosan azt. Nyihaha! Próbáld kitalálni a szövegből hiányzó szavakat. Íme az eredeti szövegrész. Sokkal másabb, teljesebb és értelmesebb. Olvasd el, kérlek. Láthattad, hogy mennyire fontosak az igék, hiszen szinte mindenik mondatukban előfordulnak. Az igék olyan szavak, amelyek cselekvést, vigyorgott, történést, megbotlott és létezést fejeznek ki. Keresd ki a szövegből azokat az igéket, amelyeknek azonos vagy hasonló a jelentése. Például választhattad a következőket. Sírt, bömböl, ordít, szepeg, hullottak a könnyek. Mit gondolsz, milyen további rokonértelmű igékkel vagy kifejezésekkel tudnád kiegészíteni a már meglévőket? Egy lehetséges kiegészítés a következő. Zokog, vagy bőg, ri, pityereg, vagy esetleg könnyezik. De lehetne ezt tovább is folytatni. Ezek az igék, vagy kifejezések valóban rokonértelműek, ám mégis van közöttük némi eltérés. Például az, aki szepeg, vagy pityereg, enyhén sír, aki pedig bömböl, az nagyon, az erőteljesen. Aki zokog, szintén erőteljesen sír, akár csak az, aki bömböl. A zokog viszont a bömböl kedvesebb változata. Annak függvényében tehát, hogy mi a beszédszándékunk és ki a beszédpartnerünk, nagyon fontos, hogy figyelmesen válasszuk ki a megfelelő igét. Emlékeztető. Az ige a mondataink nagyon fontos része. Cselekvést, történést és létezést fejez ki. Annak függvényében, hogy mi a beszédszándékunk és ki a partnerünk, figyelmesen kell kiválasztanunk a megfelelő jelentésű
és árnyalatú igét. Most te következel. Készíts teendőlistát a holnapi napodhoz. Jó munkát! Legyen izgalmas napod!